Most jöttünk be a teraszról, és eddig csillagokat néztünk, és ez olyan jó. És el kell mesélnem valamit. Most te a szó? Nem. El kell valamit mesélnem, mert kell, mert ezen kész vagyok. Pár nappal ezelőtt ugyanúgy néztünk csillagokat, és másnap csillagokat láttunk a fájdalomtól, mert annyira beállt mind a kettőnknek a nyaka. Itt van ez a legfelső csigó, nem legfelső, de ez a nyaki csigója, tudod, az ami kiáll, ha már nem vagy 20 éves. És az nagyon-nagyon fájt nekem. És én még ilyet nem is hallottam, hogy egy csillagnézéstől így tud fájni az emberek a nyaka. Sportszerűen nézted. Ja. Úgyhogy most már kitaláltuk azt, mert most is néztük a csillagot, de nem mertem sokáig csillagokat nézni, nehogy csillagokat lássak. Ú, de nagyon vicces vagyok ma. Szóval most megbeszéltük, hogy a kempingágyakat fel fogjuk hozni a pincéből, és kempingágyon fogunk fekve nézni csillagokat. És amúgy meg... Mi van? Igen. Amúgy meg, amikor Budapesten egyik lakásba, másikba költöztünk. 9 kerületbe. 9. Dik. Akkor a tetőtéri lakásba költöztünk. És a tetőtéri lakásba, ugye ahogy... Hát ahogy megláttam, hogy mi oda fogunk költözni, megláttam az ablakot, úristen, ez mennyire jó, és csillagokat akarok majd nézni éjszaka. És akkor úgy helyeztük el a bútorokat, hogy a közvetlen az ablak alatt volt az ágy, tehát így meg tudott történni, hogy csillagokat nézünk éjszaka. És akkor nekünk valaki azt mondja, hogy mi majd még így vidéken is csillagokat fogunk tudni nézni éjszaka, mármint hogy így a kertből. Még azt akartam ezzel kapcsolatban elmondani, hogy az nagyon-nagyon tetszik, hogy így kimész a kertbe, és akkor városban láttál egy-két csillagot esetleg talán. Mi egyébként voltunk a Normafánál is, a perszaidák, vagy hogy hívják azt a hulló csillag áradatot, amikor az minden évben ami jön. Ami szintén most van. Igen. Azért lehetett most igen. Több csillagot látni. Szerintem most is azt láthattuk, mert most én láttam kettőt is. Pár napja meg hármat is. Várja ma. Na. Meg ő is látott ma kettőt. Ja. Szóval... Kialudt a fénye kettőnek. Igen. Elfelejtette kizzót cserélni benne. Igen. Úgyhogy annyira jó a csillagnézés, annyira jó, mi voltunk a Normafánál is annó, mert hogy a fényszennyezettség kevesebb legyen, és hogy onnan azt mondták a tévében, meg a rádióban, hogy oda kell menni csillagot nézni. És fölmentünk, és néztünk csillagot. De ott nem láttunk talán egyet. De itt meg tényleg sokat látni. Szóval ez tök jó. Jó a csillagnézés. Ennyit tud ehhez hozzáfűzni. Én viszont hónap kempingágyról szeretnék csillagot nézni, ne fájjon a nyakunk. Már csak mert... azért is jó csillagot nézni, mert a jövőbe látsz a jelenből. Mert ott lehet, hogy a jövőbe ott vagyunk fent, csak nem tudjuk a jelenbe, hogy mi még itt vagyunk csak. És akkor éppen pottyanunk le. És azt látod, igen, hogy ott vagy a jövőben. Ekkora nagy sztár leszel a jövőben. Látod.